Ez egy átlagos hétköznap este volt Bence, a 32 éves targonca vezető számára, aki Budapest külvárosában él. Egy sörrel a kezében, telefonját görgetve félig meddig az esti híreket böngészte, amit egyébként ritkán csinált. Bencét általában a munkája és a YouTube-os foci meccsek kötötték le, politikával nemigen törődött. Ma este azonban a fő hírek a migrációról, menekültekről és uniós határkorlátozásokról szóltak, és Bence egy kifejezésnél felkapta a fejét. A roma kérdés. Ez visszarepítette gyerekkora esti meséihez, amikor a nagymamája azzal ijesztgette, hogy ha nem eszi meg a zöldséget, jönnek a cigányok és rühes macskává változtatják. A nagybátyja sem fogta vissza magát. Mindig a cigány tolvajokról morgott, akik szerinte ellopták a szerszámait. A hírek most baljósan úgy szóltak, mintha ezek a régi történetek keltek volna életre, csak éppen modern köntösben. Bence fejében egyből felmerült a kérdés, vajon Európa ebben a témában örök körforgásban ragadt? Ez a gondolat teljesen elgondolkodtatta, és kíváncsisága által vezérelve egyből belevetette magát a YouTube világába, ahol valami egészen döbbenetes dologra bukkant, cigányok menyasszonyokat árulnak Bulgáriában. Először azt hitte, hogy ez csak kattintásvadász ostobaság. De ahogy egyre jobban elmélyült a témában, annál több megdöbbentő részlet tárult fel előtte. Menyasszonyvásárok, családi becsület, eladható szüzesség. Az egyszerű kíváncsiságot hamar felváltotta benne a döbbenet és a kellemetlen érzés különös keveréke. Nos, Bence kíváncsiságából kiindulva ebben a videónkban mi is górcső alá vesszük ezt az elképesztő jelenséget, és elmerülünk a hírhedt bulgáriai Kalidzi menyasszony vásárrejtelmeiben. Házasságra fel! A romák, akiket gyakran cigányoknak neveznek, de ez a kifejezés sértőnek számít, nem egy monolit közösség, hanem Európa szerte és azon kívül is szétszóródott, különböző etnikai csoportok összessége. Észak-Indiából származnak, ahonnan körülbelül 1000 évvel ezelőtt vándoroltak Európába, Perzsián, a Balkánon és Nyugat-Európán keresztül. Ma a becslések szerint a romák száma világszerte mintegy 12 millióra tehető, és jelentős közösségek élnek Magyarországon, Romániában és Bulgáriában. Magyarországon a romák száma mintegy 600-800 ezerre tehető, az ország lakosságának nagyjából 7-8%-át teszik ki. De ne gondold, hogy ők egy egységes csoportot képeznek. Ott vannak a lovári, a beás és a zenész romák, akik mind a saját mesterségüket űzik, egyedi dialektusokkal, hagyományokkal és túlélési stratégiájukkal. Ha lemegyünk délre, a Balkára, találunk egy ugyanilyen mozaik darabkát, mint például a bulgáriai Kalidzi. Magyarországi és bulgáriai romákat a migráció, a kulturális keveredések és átfedések bonyolult hálója köti össze. Házasságkötés a kránon belül? Igen, ez is egy megoldás, segít megőrizni az identitást. És igen, a magyar roma menyasszonyoknak is megvannak a maga áraik, bár mi visszafogottabban követjük ezt a szokást a bolgár menyasszony piacok hivalkodó, csillámló látványosságaihoz képest. Rendben, de most jön a kőkemény valóság. A romák történetesen mentes a szisztematikus üldözéstől, amely évszázadok óta tart. Olyan dolgok ezek, amitől még a történelemkönyvek is zavarba jönnek, ha egyáltalán megemlítik azokat. A középkorban a romákat Valáciában és Moldovában, a mai Romániában közel 500 évig, igen, 500 évig rabszolgasorban tartották. Tulajdonként kezelték őket, kényszerítve, hogy földeken dolgozzanak, szerszámokat javítsanak, vagy nemesi háztartásokban szolgáljanak, mintha lávas jószágok lennének. Nyugat-Európában sem volt sokkal jobb a helyzet. Ha nem űzték ki őket vasvillával és fáklyákkal a városból, a romákat a társadalom peremére szorították, vándorló életmódra kényszerítették, vagy korabeli trendi bűncselekményekkel, zsebtolvajlással, boszorkánysággal, pestis terjesztésével bélyegezték meg őket. Véleményed szerint a kultúra eltörlése valóban rossz dolog? Képzeld el, hogy a kontinens városainak feléből törvényesen ki vagy tiltva. Gyorsan ugorjunk előre a jövőbe, amikor Hitler végső megoldása működésbe lépett, és a romák kerültek a népirtás középpontjába a sajátjaik által, amit Porajmosznak, azaz elpusztításnak neveztek. Legalább 500 ezer romát írtottak ki, bár egyes becslések szerint a valós szám közelebb lehet a 800 ezerhez. Csak Auschwitzban ezreket gázosítottak el vagy kínoztak halálra a cigány családi táborban. A romákat a nácik által megszállt Európában a zsidókhoz hasonlóan összegyűjtötték és megsemmisítették. Csak hogy a csavar ebben az esetben az, hogy a jóvátétel a háború befejezése után sem történt meg. Sem elismerés, sem haza a romáknak, semmi. A világ a zsidóknak adta Izraelt, de mit adott a romáknak?
egy várándítást és egy rövid jelenetet egy James Bond filmben. A Porajmos csupán egy lábjegyzet a legtöbb történelemkönyvben. És az üldözés itt sem állt meg. A roma közösségek még mindig az összes ranglétra alján vannak. Ma Magyarországon a munkanélküliségi rátájuk egyes területeken 30-70% között mozog, szemben a 4-5%-os országos átlaggal. Szegénységi ráták. A romák több mint 75%-a a szegénységi küszöb alatti körülmények között él. Oktatás. Az iskolák vagy szegregáltak, vagy a roma gyerekeket már az elejétől fogva kudarcra ítélik, és speciális oktatási programokba sorolják őket. Európa szerte minden harmadik roma arról számol be, hogy gyűlöletbűncselekmény áldozatává vált, és a legtöbb ország még mindig szívesen hárítja rájuk a szociális problémákat, akár csak a régi időkben. Nézd, nem azt mondom, hogy ők szentek, de az biztos, hogy az embereknek szokásuk egy kalap alá venni őket, és igazságtalanul ítélkezni felettük. Ez az a fajta megkülönböztetés, ami nem szorványos, hanem intézményes. A lakhatástól az egészségügyi ellátáson át az oktatásig és a foglalkoztatásig a rendszer mindenhol ellenük dolgozik. Az erőszakos kilakoltatásokról rendszeresen hallhatunk híreket, egész roma városrészeket dózerolnak le figyelmeztetés nélkül. Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban és még Magyarországon is a 2000-es évekig a roma nőket tudtuk és beleegyezésük nélkül sterilizálták. Ez az eugenika a 21. században. A Kalidzi mennyasszony piac az a hely, ahol az ősi roma hagyományok frontálisan ütköznek a 21. század modernitásával. A felszínen úgy tűnik, mintha ez a csillogás, a tánc és a leendő mennyekért alkudozó, reményteli apák fesztiválja lenne. Azonban a család hírneve, a túlélésért folytatott küzdelem és a rideg, kőkemény pénz mind fontos szerepet játszanak. A Kalidziak számára ez a mennyasszony vásár az utolsó hely, ahol még irányíthatják a saját életüket, és talán még itt van esélyük arra, hogy megőrizzék azt a kevés presztízst, ami a klánjuknak megmaradt. Az ortodox nagybőjt első szombatján a piacon összegyűlnek a legszebb ruháikba öltözött, erősen kisminkelt és csillogó arany ékszerekkel díszített fiatal lányok. Szüleik elkísérik őket büszkeségtől sugárzóan. A házassági tárgyalások a nyilvánosság előtt zajlanak, a mennyasszonyok ára 7500 és 13000 euró között mozog, a lány szépségétől, szüzességétől és családi státuszától függően. Ha a lányt kivételesen szépnek ítélik, az ára akár 20000 euró is lehet. Ez nem kimondottan a feleségről szól, mondja Velho Krusztev, a Bolgár Tudományos Akadémia néprajzkutatója. A vőlegény fizet a lány szüzességéért, így ez inkább a becsületről és a jó hírnévről szól. Ez egyben azon kevés alkalmak egyike is, amikor a fiatal kalidzi férfiak és nők személyesen találkozhatnak. A házasságon kívüli randevú tiltott, a szüzesség pedig nem alkutárgya. Ezek a tranzakciók egy mélyen gyökerező társadalmi szerződést is tükröznek, amely túlmutat Bulgárián. Európa szerte a roma hagyományok szerint a házassági köteléket nem csak a családok, hanem a közösség összetartása szempontjából is kritikus fontosságúnak tekintik. A gazdagság nyilvános fitoktatása aranyékszerekkel vagy drága mennyasszonyokkal a jólétet tükrözik, és a romákat gyakran szegénynek és nehéz sorsúnak ábrázoló sztereotípiákkal szembeni védekezésként is szolgál. Most már tudod, hogy a kalidzi piac nem csak a párkeresésről szól. Ebből a népből kerültek ki az igazi bádogosok, akik edényeket, serpenyőket és mindenféle fémből készült csodákat készítettek, amire csak szükség volt. Annak idején ez biztosította a kenyeret az asztalra és a bort a kancsóba. De aztán bum! Beindult a globalizáció, és a következő pillanatban minden piaci stand tele lett kínai utánzatokkal. Kézzel kovácsolt fém? Szép próbálkozás, öregem, de az emberek olcsót akarnak, és ráadásul azonnal. És mi történik, ha a kereskedelem hanyatlani kezd? Átállnak más tevékenységekre, amelyek némelyike eléggé megkérdőjelezhető, és persze ez is erősíti a mennyasszony piacok gyakorlatát. Ez a módja annak, hogy megmutasd a világnak, hogy a családod még mindig egy értéket képvisel, még akkor is, ha az őseid által űzött mesterség már holtan fekszik a sikátorban. A lány házassága révén némi stabilitást is biztosít a jövőjére nézve. A magyarországi romák is gyakorolják a mennyasszony vásárszokását, bár nem olyan nyilvános eseményként, mint a kalidzi piacok. Magyarországon a mennyasszony ára hasonló célt szolgál, a családi kötelékek megszilárdítását és a klán tisztaságának biztosítását. Az olyan házasságkötés még mindig gyakori, különösen vidéken, ahol a szülők már jóval az esküvő előtt megegyeznek a feltételekben. A folyamat azonban sokkal magánjellegűbb és kevésbé szimpatias, mint Bulgáriában. Ezek a hagyományok azonban egyre nagyobb nyomás alá kerülnek.
A fiatal roma nők egy része lázad, megfelelő oktatásra és függetlenségre törekedve, míg a civil szervezetek az emberi jogokkal kapcsolatos aggályokra hívják fel a figyelmet. Habár a közösség idősebb tagjai a piacot mint ősi hagyományt védelmezik, a fiatalabb generációk megkérdőjelezik annak helyét egy olyan modern társadalomban, ahol a roma közösségek 81,6%-os mély szegénységi és kirekesztettségi rátával küzdenek. A közösségi média és az okostelefonok ízelítőt nyújtanak a modern világból, új utakat nyitva a romantikus ábrándozás és az önállóság lehetősége előtt, azonban sok szülő úgy látja, hogy ezek a változások veszélyeztetik a hagyományokat. És igen, a kékhajú, szociálisan érzékeny emberek posztjai azt állítják, hogy az egész dolog a kontroll és a patriarchátus szagát árasztja. De tudod mit? Amikor a rendszer ellened dolgozik, és az egész világ úgy bánik veled, mint egy alacsonyabb rendű lénnyel, akkor ahogy csak tudod, ragad meg a méltóságot. És ha ez azt jelenti, hogy egy menyasszonyért kell alkudoznod a piacon, nos, akkor tedd azt. Mert a túlélés nincs ingyen. És a kalidziak mindenkinél jobban tudják, hogy a hagyomány nem csak a becsületről szól, hanem arról is, hogyan maradj felszínen egy olyan világban, amelyet nem érdekel, hogy elsüllyedsz-e, vagy sikerül a partra úsznod. A bolgár és a magyar roma közösségek egyaránt küzdenek a hagyomány és a modernitás közötti egyensúly megtartásával. Bulgáriában a mennyasszonypiac hagyománya egyre kevésbé vonzó a fiatalabb generációk körében. Sok lány szeretne tovább tanulni, munkát vállalni és kibújni a velük szemben támasztott merev elvárások alól. Magyarországon a gazdasági nehézségek és a kormány integrációs politikája nyomást gyakorol a roma közösségekre, hogy felhagyjanak ősi szokásaikkal. Az olyan programok, mint a Roma Integráció évtizede, a romák beilleszkedését célozza meg a magyar társadalomba, de az eredmények ezidáig vegyesek. A roma közösségek Európa-szerte súlyos diszkriminációval szembesülnek. Az Euróbarométer 2019-es felmérése szerint az európaiak 61%-a ellenezné, ha gyermeke roma személyhez menne feleségül. A gyűlölet bűncselekmények száma egyre növekszik, és a kényszerkilakoltatások Romániában és Bulgáriában általánossá válnak. Egyes országok, például Magyarország, ellentmondásos sterilizációs programokkal próbálták megfékezni a roma születések számát, ami a Porajmosra emlékeztet. Eközben Olaszországban és Franciaországban a roma táborokat a hatóságok rendszeresen ledózerolják, így a családok hajléktalanná válnak. Még ha az országok befogadó politikát is alkalmaznának, a romák akkor is gyakran a periférián maradnak, kirekesztve a lakhatásból, az oktatásból és az egészségügyi ellátásból. Magyarországon a roma gyerekek közel 70%-a szegregált iskolába jár, ami tovább táplálja a szegénység mókus kerekét. A közelmúltban magyar politikusok uszító hangvételű kijelentésekkel váltottak ki konfliktust, a romákat okolva az oktatási színvonal lebutításáért. A legtöbb roma csupán egy átlagember, aki ugyanúgy próbálja átvészelni a mindennapokat, mint bárki más. De amikor a szegénység sarokba szorítja őket és úgy bánnak velük, mint az állatokkal, vannak, akik más módot találnak a túlélésre. Igen, egyes roma csoportok olyan dolgokat követnek el, mint a lopás, csalás, emberkereskedelem és fekete piaci üzérkedés. Az egyetlen általuk elérhető módon próbálnak boldogulni egy olyan rendszerben, amely soha nem értük dolgozott. És mi a helyzet a bűnszervezetekkel? Néhányuk valóban átlépi a határt, különösen a roma családok migrációs szokásai miatt. Az emberkereskedelem és a prostitúciós hálózatok zord valósága kihasználja a kiszolgáltatottakat, akár a romákról van szó, akár nem. Mi a helyzet a médiával? Ó, ember! A média él-hal a roma bűnözéssel kapcsolatos főcímekért. Vesznek néhány rohadt almát, és besározzák vele az egész gyümölcsöst. Felerősítve a sztereotípiákat, amelyeket a közösség többi része sosem tud majd lerázni magáról. Ez a történet nem csak az egyéni döntésekről szól, ez arról szól, hogy a rendszer minden szinten cserben hagyja az embereket. Szerinted van olyan, aki úgy nő fel, hogy arról álmodozik, hogy zsebtolvaj lesz? Persze, hogy nem. De ha nincs jogod a tisztességes oktatáshoz, nincs munka a láthatáron, és a zsaruk árnyékként követik minden mozdulatod, akkor mi marad? A szegregált iskolák, amelyek a roma gyerekeket bukásra ítélik? Gondolj csak bele! Foglalkoztatási diszkrimináció, amely egész városrészeket hagy munkanélkül? Ebben is biztos lehetsz. És ne feledkezzünk meg a rendszeres rendőrségi ellenőrzésekről, amikor megmotoznak a buszmegállóban csak azért, mert más a bőrszíned. Aztán jönnek a kilakoltatások. Egész roma családokat dobnak ki otthonukból, akiknek nincs hová menniük, a peremre szorítva őket. És itt válnak a dolgok még drasztikusabbá. A bűnszervezetek semmit sem szeretnek jobban, mint a kiszolgáltatott embereket, a hajléktalanság pedig a reményvesztettek toborzó helye.
És mit tesz az állam? Semmit. Meglobogtat néhány kilakoltatási engedélyt, mint aki jól végezte dolgát. Amikor tehát az emberek a roma bűnözésről beszélnek, valójában arról van szó, ami akkor történik, amikor egy társadalom magára hagy egy egész közösséget, hogy az hanyatlani kezdjen. Visszatérve Budapestre, Bence nehéz sóhajjal csukja be a laptopját. A bulgáriai menyasszony piacok? Igen, valóban vadak voltak, de nem ez volt számára az igazi horror a történetben. Az igazi rémálom az az ördögi rendszer volt, amely kipréselte az életet a roma közösségekből. A hagyományok elszigetelődésre kényszerítették őket, szokásaik kvázi börtönné váltak, és a diszkrimináció minden sarkon kifizetetlen főbérlőként várakozott rájuk. Ekkor döbbent rá, mintha gyomorszájon vágták volna, hogy Európa romái a legkegyetlenebb csapdába estek. A kérdés túlmutatott a menyasszonypiacokon vagy a folklóron, sokkal inkább arról szólt, hogyan bánnak a társadalmak a kirekesztettekkel. Európa pedig két hibás döntés között rekedt. A feltétel nélküli nyitott határok, amelyek megterhelik a törékeny társadalmi rendszert és ártanak a helyi kultúrának, vagy a szigorú kirekesztés, amely táplálja az idegen gyűlöletet és figyelmen kívül hagyja a migrációt mozgató globális egyenlőtlenségeket. Mindkét megközelítés csak a problémákat állandósítja és megkerüli a mélyebb okokat, mint a gazdasági kizsákmányolás és a politikai instabilitás. Talán a globális szolidaritásban gyökerező rendszerszintű átalakulás az egyetlen út Európa számára. De várj csak! Nem éppen erről szól az EU? Egy olyan együttműködési stratégia, amely integrálja a migránsokat, miközben a hazájukban tapasztalható igazságtalanságokkal is felveszi a harcot és átformálhatja a jövőt. Ehhez azonban Európának felelősséget kell vállalnia, nem pedig csak reagálnia a migrációra, mint válságra. A változás és a hagyományok közötti kényes egyensúly idején a Kalaidzsi menyasszonypiacok és a magyarországi romák szokásainak hasonló a mondani valója, kisebbségi közösségek, amelyek küzdenek örökségük megőrzéséért, miközben a modern világhoz való alkalmazkodásra irányuló kíméletlen nyomással állnak szemben. Egyik sem eredendően jó vagy rossz, de mindkettő a kulturális túlélés küzdelmét tükrözi a kirekesztés és előítéletek közepette. Bence bágyadtan kinézett az ablakon és visszagondolt nagyanyja esti meséire és nagybátyja intelmeire. Ekkor az jutott eszébe, hogy Európának, akár csak ezeknek a történeteknek, szembe kellene néznie az igazsággal, ha változást remél. A romák hibáztatása nem hoz megoldást, ahogy a zöldségevés sem tartja távol őket, és nem változtat macskává sem. A komment trolloknak, ha azt hiszitek, hogy egy vastag pénztárcával csak úgy beléphettek egy Kalaidzsi menyasszonypiacra, és kijöhettek egy feleséggel, nos ez nem ilyen egyszerű. Ez nem egy hétvégi leárazás, és még ha tele is vagytok kriptovalutával, vagy egyéb vagyontárgyal, a roma családok a hagyományokat fontosabbnak tartják a pénznél. Szóval inkább spóroljatok a forintjaitokkal, és fektessetek be inkább valami önfejlesztési kurzusra, mert ez később hasznotokra fog válni. Végezetül pedig feltennék egy kérdést, a roma vagy más etnikai népcsoport hagyományainak fejlődésével párhuzamosan mit kell tennie a társadalomnak annak érdekében, hogy kulturális identitásuk fennmaradjon anélkül, hogy a káros sztereotípiákat és gyakorlatokat erősítené?